Sziasztok, Luca vagyok, és ma ismét egy Insta perceges videót hoztam nektek. Most viszont az előzővel ellentétben, ahol egy festő pasit mutattam be, most egy sminkes lányról fogok beszélni. Őt úgy hívják, hogy Ida Elina, és ő igazából a sminkes mappámnak a borítóképe, imádom. Ez itt a sminkes, na igen, szóval ezer közül is meg lehet ismerni szerintem az ő stílusát. Ő az, tehát Ida Elinának hívják, és ő alapvetően finn, most Ausztráliában él és tevékenykedik, és szerintem csodálatos, amiket csinál, ezek a kedvenceim. Szóval egyszerűen az egész kompozíciónak az egyensúlya annyira tökéletes, gyönyörűek a színei a dolognak, mert nem csak fekete van itt, hanem azért látszik, hogy például ami itt bal oldalon van, az egy kicsit ilyen kékesebb, ami jobb oldalon van, az egy kicsit zöldesebb, és olyan artisztikus az egész, és az ívei, az ecsetvonásai szerintem állati gyönyörűek. Vannak ilyen színesebb kompozíciói is, ezt én kevésbé szeretem, de mondjuk, na igen, ez... Hát azért látszik, hogy pont arra kattintok mindig, amit én már beszíveztem. Ő is nagyon szeret aranyfóliával játszani, ami tudjátok, hogy az én egyik kedvenc színem. Vannak ilyen tök naturális képei. Ja igen, ő... Nyilvánvalóan az látszik, hogy nem ez a mindennapi sminkes művész, szóval az ő képei azok, tényleg, választok egy pár képet, mondjuk ezt. Ezt így egy printként én kiraknám a falamra, ez annyira gyönyörű. Persze az ember nem járkál virágszirmokkal a fején, de ez nagyon-nagyon szép, gyönyörű szép. Akkor vannak ilyen dárkosabb munkái, ez a vérvörös, ez például elég erős. Ilyen kis pöttyözősök, ezeket nagyon szeretem. Ez is. Egyébként nem is gondolná az ember, de ilyeneket megcsinálni nagyon nehéz, és aztán úgy lefotózni, hogy tényleg élvezhető legyen a minősége, meg hogy az egész beállítás, az egész kompozíció tökéletes legyen. Na és ezt akartam még mutatni. Ez nem effekt, meg semmi ilyesmi, hanem a pitypangnak a picike kis szálacskáit ráragaszgatta a szempillájára. Erről sztoriban osztott meg videót, de azt most nem látom, nem töltött fel róla videót, de hát szerintem ez nagyon jó, nagyon különleges, ilyet én még nem láttam senkitől. Akkor vannak ilyen apró virágos kompozíciók is, de én igazából azt szeretem benne, hogy Instán azért nagyon sok jó sminkes van, aki tényleg állati profi, és aki Instán népszerű, az nem csak a sminkelésben állati profi, hanem a fényképészetben is. De igazából azt szeretem benne, hogy annyira összetéveszthetetlen a stílusa mással. Szóval mutassatok egy képet, és meg tudom mondani simán, hogy ez... Ki egyébként ő így néz ki. Egy elég vagány csajszí, tele van tetkókkal, ez mondjuk nem az én stílusom, de jó fej. Egyszer láttam vele egy YouTube videót, amiben finnul beszélgettek, mert ugye alapvetően ő eredetileg finn, és az is tök vicces volt. Na igen, úgy néz ki ez az egész, mint egy festmény. És akkor játszik különböző textúrákkal is, mindenféle anyagokkal, folyadékokkal. Ez mondjuk nekem nem tetszik, de hát ugye mindenkinél van olyan, ami nem tetszik. Ja igen, és akkor nézzétek meg ezt, szóval nincs agyon retusálva, ez egy videó, tehát látszik, hogy ez tényleg így néz ki. Oké, képen lehet, hogy kicsit már élénkebbek a színek, meg ilyesmi, de ő takra szépen megcsinál mindent, és utána, tehát hogy úgy, hogy ne kelljen szétfotoshopolni az egészet. Na jó, azt már mutattam, csak ebben szerelmes vagyok. Vannak ajak festményei is, úgymond, azok nekem kevésbé tetszenek. Nekem azt tetszik nagyon, hogy ilyen artisztikusan bánik a színekkel, formákkal, és ahogy játszik az ívekkel, a szemnek, meg a szemöldöknek az íveivel. És annyira dinamikus, lendületes minden, amit csinál gyakorlatilag, minden kis árnyék, minden kis ív.
Na és akkor így néz ki nála egy ilyen kis sellő szem. Szóval elég dárkos még így is. Szóval ott vannak ezek a kis irizáló kis lapkák, de hogyha ezt leszámítod, akkor ez egy ilyen durva dárkos smink. Hát még görgetem egy kicsit, de nézd, de gyönyörű. Annyira szép. Tökéletesek az évei. Szóval, hogyha tetszik nektek, akkor nézzétek meg a képeit Instán, ugye jó minőségben. És ezt továbbra is tartom, hogyha... nagyon szépek. Hogyha hozzá hasonló művészt ismertek, akkor nyugodtan küldjétek el nekem, akár Instán DM-ben, akár itt YouTube-on kommentben írjatok profilokat. Mindig nagyon szívesen követek ilyen tehetséges embereket. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek be Instán, Twitteren, mind a két helyen Sluts a nevem, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!